A buta emberek miért olyan magabiztosak? Van egy zseniális magyarázata annak, hogy az intelligens emberekben miért van annyi kétség, a buta emberek miért olyan halálmagabiztosak, figyelj. Amúgy meg kell említenem Bárdos Andrást, mert ezt a hasonlatot először tőle hallottam. A tudásod egy kör, belül van, amit tudsz, a körön kívül van az, amit még nem tudsz. A kör kerülete az, ahol érintkezik tulajdonképpen a tudás a nem tudással. Amilyen nagy a kör kerülete, olyan nagy dologról látod, hogy nem tudod. És ahogy egyre többet tudsz, ahogy egyre nagyobb a kör, egyre nagyobb felületen érintkezik a nem tudással, egyre jobban látod, hogy még mennyi mindent nem tudsz. Amikor viszont még csak keveset tudsz, akkor a kör kerülete, ahol érintkezik a nem tudással, az kicsi. Nem tudod, hogy mennyi mindent nem tudsz. Ott a kis tudással is azt hiszed, hogy mekkora zseni vagy, mert kicsi a kör, tehát nem tudod, hogy mennyi mindent nem tudsz. Szoktam mondani, hogy küld tovább ezt a videót annak, aki eszedbe jut erről, de azt hiszem most nem kérek ilyet.